Egyetlen mérkőzésre van az SKK attól, hogy veretlenül nyerje meg az NB1B-s pontvadászatot, de az már biztos, hogy feljut a csapat az élvonalba. Az egyesület közösségi oldalán adta hírül, hogy a következő szezonban a Sárvár arénában játssza hazai mérkőzéseit, mert a szombathelyi városvezetéstől nem kapott választ az aréna szaváriával kapcsolatos kérdésre. A csarnok használatáról azonban a polgármester nem, csak a közgyűlés dönthet május 30-án. A fennálló kommunikációs gondok feloldása céljából a klub vezetősége ankétot szervezett a szurkoló képviselői, Nemény András polgármester és Kovács előtt kabinet vezető részvételével. A szurkolói körképviselői kérdést szegeztek a városvezetésnek, hogy miért nem kapta meg az egyesület a megígért támogatást. Válaszában Nemény András kiemelte, hogy a kért és vállalt felügyelőbizottság egy önkormányzati taggal még nem állt fel. Ez az 55 millió forint átutalásának feltétele. Még sokkal fokozottabb az a figyelni közpénz felhasználása, csak úgy tudunk adni, hogyha lesz egy átvilágítás. Azt megbeszéltük, és azonnal meg is ígérte az ember. De nem volt vita egy pillanatig sem, azt mondta, hogy az átvilágítás, ami ugyanolyan lesz, mint a haladásnál volt korábban, amit a közgyűlés egyhangulag jobb és baloldalról megszavazott, és azt mondtuk, hogy egy ilyen után nem kell megvárni az eredményét annak, ők tesznek megállapításokat, szimplán gazdasági átvilágításról, tehát nem jogi, nem sportszakmai, gazdasági átvilágításról volt szó. Második napirendi pontként az SKK a következő szezonbeli szereplésének helyszíne került napirendre. A licence kérelmében a Haladás sportkomplexumot jelölték meg, ám a csarnok nem alkalmas NB1-es mérkőzések megtartására, így a kézilabda szövetség ezt nem fogadta el. A hiánypótlás szakaszában lépéskényszerbe került a klub, és a június 5-i határidő miatt mindenképpen biztosítékra volt szüksége, így született megállapodás a Sárvár arénával. Sportinfos alpolgármester kitett egy Facebook posztot, hogy majd tárgyalni fogják, ezt én nem tudom betenni. Tehát ehhez vártuk mi a polgármester úttól egy hivatalos levelet, mert ez volt, én úgy gondolom, ez egy normális kommunikáció hivatalos ügyek elintézésére, hogy kapunk mi egy hivatalos választ. Na, én ezt vártam, de én teljes mértékben örülök, hogyha most ezeket le tudjuk tisztázni, és ez bekerül a önkormányzat, vagy a közgyűlés elé, viszont várni nem tudunk. A május 30-ai közgyűlés egyik napirendi pontja lesz az SKK a kérése. Nemény András kiemelte, ha a testület elfogadja az előterjesztést, azonnal aláírja a dokumentumot, így ez csatolhatja az egyesület a beadandó papírokhoz. Pozitív elbírálás esetén a város felajánlja a Scheffler Aréna szaváriát bérleti díj nélkül. Az ankéton a Szavária Blue White Lions szurkolói kör egy határozatot adott át a polgármesternek arról, hogy a felügyelőbizottságot csak a felnőtt csapatot működtető társaságnál állítsanak fel, a közpénzt könyvvizsgáló ellenőrizze, továbbá a támogatásokat ne kössék egyéb feltételekhez. A rendezvény baráti készfogással zárult. Elhangzott, hogy mindenkit szeretettel várnak a szombat délután 4 órakor kezdődő SKK-a Orosháza mérkőzésre, majd az azt követő éremátadó és bajnokavató ceremóniára.